elérhető közelségben. Járási alapon szervezeti ügyeleti rendszerről kezdeményezett egyeztetést a Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége a szaktárcával. Még érdemes szerződést kötni. A lakástakarék pénztári megtakarítási konstrukciónak egyelőre nincs versenytársa a hazai piacon. Ápolók napja. Az első országos főápolónő Kossuth Zsuzsanna születésnapján a magyar ápolók egészségügyben végzett munkáját ismerték el. Járási alapon kellene megszervezni a gyógyszertári ügyeletet a patikusok szerint. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! 100-125 ügyeletes patika országosan lefedné az ügyeleti rendszert. Ezügyben kezdeményezett egyeztetést a Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége a szaktárcával. Ugyanis vannak olyan települések az országban, ahol egyáltalán nincs elérhető közelségben ügyeletes patika. Az új rendszer biztosítaná a lakosság számára, hogy hétvégén is bármikor hozzáférhessenek gyógyszereikhez, a patikák pedig nem fizetnének rá a hétvégi ügyelet működtetésére. Máté Szalkán heti váltásban 9 közforgalmi gyógyszertár ügyel, ami azt jelenti, hogy az év minden napján nyitva van valamelyik patika, így a helyiek és a környéken élők a hétvégén sem maradnak 24 órás gyógyszertári ügyelet nélkül. Mindenképpen nagyobb régiók létrehozása lenne a célszerű. Egyrészt, másrészt pedig olyan gyógyszertáraknak kellene ügyelni, akik biztosítani tudják a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket, illetve akik képesek és hajlandóak is ügyelni. A lakosság jogos igénye, hogy szükség esetén hozzáférhessenek gyógyszereikhez, és ne kelljen akár több kilométert utazni ahhoz, hogy ügyeletes patikát találjon a beteg. Itthon 390 településen folyamatosan biztosított az ellátás, de vannak térségek, ahol több település megosztja egymás között a készenlétet. A Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége szerint járási alapon kellene egy új ügyeleti rendszert kialakítani. Ügyeletes körzeteket határoznánk meg. Ez azt jelenti, hogy az ügyeletes körzetben a járás lenne az alapvető körzet. A kisebb járásokban, ahol nagyon kevesen laknak, vagy alacsony a népsűrűség, ezeket össze lehetne vonni, így előfordulhat, hogy egy ügyeletes körzetben több járás is található, de egy ügyeletes körzet el tudná látni egy gyógyszertár a teljes lakosságot. A patikai ügyelet plusz költségekkel jár. Máté Szalka az egy viszonylag kisebb kistérség. Azt jelenti, hogy egy éjszaka folyamán 2-3 úgynevezett csengetés van, tehát 2-3 igénybevétel történik, tehát azt jelenti, hogy abszolút nem rentábilis. Ha csak a rezsiköltséget nézem, ha csak a munkabérköltséget nézem, ez önmagában havi szinten legkevesebb 150-200 ezer forintos pluszköltség, és nem beszéltem még a plusz áru készletről, amit ugye ki kell fizetnünk egy-egy ilyen ügyelet folyamán. A gyógyszertári ügyelet törvényi és rendeleti szinten szabályozott. Az egyeztetések a szaktárca és a szakmai szervezetek között elkezdődtek. Az új ügyeleti rendszer leghamarabb a következő évtől léphet életbe. Még most érdemes lakástakarék pénztári szerződést kötni, hiszen a megtakarítási konstrukciónak nincs versenytársa a piacon. A pénzügyi elemzők úgy tartják, ha a brit mintára megalakul a tervezett nemzeti otthonteremtési közösség, lecsökkenhet a lakástakarék pénztárak után járó állami támogatás mértéke. A már meglévő lakástakarék szerződéseket viszont nem érintheti a változás. Naponta 540 lakástakarékot nyitnak az országban általában 10 éves futamidőre havi 20 ezer forintos befizetéssel, mondja a pénzügyi tanácsadó, aki szerint a lakástakarék több szempontból is a legnépszerűbb megtakarítási forma itthon. Az egyetlen olyan befektetési lehetőség, ami fix hozamot és 30%-os éves állami támogatás mellett egy 3%-os betéti kamatot nyújt az ügyfél számára, nem utolsó sorban kamatadómentes. Egy háztartásban több családtag is köthet LTP-t akár 3-4 ezer forinttól egészen 20 ezer forintos havi összegig. 2009 előtt volt lehetőség a 8 éves LTP-k szabad felhasználására, most már csak lakásvásárlás, felújítás, lakáscélú hitelek kiváltására fordítható. A jelenlegi állami támogatott lakáshitelekkel is jól kombinálható. De megfigyelhető volt az is a pénzügyi piacon, hogy az alacsony jegybanki alapkamat miatt már kevésbé a bankokban tartották megtakarított pénzüket az emberek, inkább ingatlant vásároltak, a lakásárak emelkednek, azok vásárlásához pedig az LTP-k is felhasználható. A lakástakarék pénztár ez egy akkora üzlet lett az elmúlt két évben, vagy két-három évben, hogy én azt gondolom, hogy a magyar állam nem szeretné azt a lehetőséget, vagy azt az üzleti lehetőséget, vagy üzleti potenciált kihagyni, vagy elveszíteni.
és ezért a lakást, ezzel a NOK-kal a lakástakarék pénztáraknak egy konkurenciát kíván létrehozni. A lakástakarékot kedvezményes hitelekhez is fel lehet használni, a már megkötött szerződések után pedig jár az állami támogatás. Jogszabályt visszamenőleg nem lehet érvényesíteni, ezért a már megkötött lakástakarék pénztári szerződéseknek a szerződés végéig vagy a futamidő végéig garantáltan jár a 30%-os állami támogatás. Itthon 3 pénzintézet és 1 lakástakarék pénztári tevékenységre szakosodott hitelintézet nyújt segítséget lakáscélok megvalósítására. A jelenlegi kamatok mellett az egyik legjobb megtakarítási lehetőség az LTP, a NOK részletei még nem ismertek. Ha jobbak lesznek a feltételei, egy most megkötött LTP felmondható, és át lehet akár lépni, de akkor az eddigi befizetés után járó állami jóváírás elbukik. Rendszerváltásra van szükség az oktatás politikában, mondta pénteki nyíregyházi tájékoztatóján az MSZP elnöke. Tóbiás József szerint meg kell szüntetni a klikket, vissza kell adni az iskolákat az önkormányzatoknak, és tanszabadságra van szüksége a pedagógusoknak. A pártelnök azt mondta, ha nincs más megoldás, akkor támogatják a sztrájkot is. Ha nincs más eszköz, hogy a figyelmét fölhívni a kormánynak, hogy nem tartható fönn ez a rendszer, akkor nincs ma Magyarországon olyan jóérzésű szülő, aki ne akarná a gyermekének a legjobbat, és hogyha ehhez az kell, hogy akár február 29-én, akár bármely másnap szolidaritásunkat fejezzük ki, nem csak kockás ingekkel, hanem effektíve azzal, hogy vállaljuk arra a napra, hogy a gyermekeink velünk vannak, a tanárok nappali ellátást biztosítanak, és a kormány figyelmét pedig arra hívja, hogy ez nem fenntartható, akkor támogatandó ez a kezdeményezés. Megváltoztatná a kertészet korszerűsítésére kiírt pályázati feltételeket a Jobbik. Apáti István, a párt országos alelnöke nyíregyházi sajtótájékoztatóján azt mondta, olyan kitételeket tartalmaz a pályázat, amelyek több megyei termelőt kizárnak a jelentkezők közül. A térképen sárgával jelölt területeken, így a megyében is gyenge a felszín alatti vizek állapota. A gazdák így a jelenlegi szabályozás értelmében nem pályázhatnak támogatásra. A politikus azt is el szeretné érni, hogy a mostani 19 milliárd helyett legalább 50 milliárd forintra emeljék a pályázati keretösszeget. Azt kérjük, hogy támogassák a korszerűltetvényeket olyan formában, hogy a jégvédelemhez, a jéghálós támrendszerhez lehessen támogatást nyerni, másrészt pedig oldják fel ezeket az értelmetlen öntözési korlátozásokat, tehát a pályázat eredeti címéhez hűen adjanak pénzt jégvédelemre, és adjanak támogatást öntözőrendszerek telepítésére, illetőleg támogatástól függetlenül akár a legkisebb mértékű, vagy legkisebb térmértékű földeken, akár a nagyobb ültetvényeken gazdálkodóknak is biztosítsák a lehetőséget, hiszen öntözés nélkül minden tönkre fog menni. Ma a magyar ápolókat ünnepeljük, az egészségügyben végzett áldozatos munkájukat ismerjük el. Az Országgyűlés 2014. évi határozatával hivatalosan is a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította február 19-ét Kossuth Zsuzsanna születésnapja emlékére. Az ápoló képzés egyik legkiemelkedőbb alakja, hazánk első országos főápolónője már az 1848-as harcokban megszervezte a hadisebesültek ellátását. Egy legyen bennünk az akarat felkeresni a szenvedést, s enyhíteni azt. Így fogalmazta meg Kossuth Zsuzsanna az ápolói hivatás hitvallását. Kossuth Lajos legfiatalabb húga, az ápolóképzés kiemelkedő alakja, ráemlékeztek ma Nyíregyházán a József András Oktatókórházban. A Magyar Ápolók Napja alkalmából szervezett rendezvényen a megyében dolgozó egészségügyi szakdolgozók áldozatos munkáját ismerték el. Az ápolók munkája nélkül a mi munkánk semmit nem érne, ezt a betegeink tudják, orvos kollégák tudják, mindenki tudja, hogy milyen hatalmas nagy munkát végeznek csendben, szerényen a beteg ágy mellett. Itt több mint 50 díjazott lesz most mai napon az intézményi rendszerünk egészéből, tehát nem csak Nyíregyházáról, hanem a Máté Szalka, Fejhegyi, Almati, Vásárosneményi és Nagykárolyi telephelyénkről is. A rendezvényen 50 ápoló kapott kitüntetést, kortól és nemtől függetlenül a szakma legjobbjait díjazták. Én Máté Szalkán dolgozom, most augusztusban lesz 20 éve. A Máté Szalkai Belgyógyászati Osztály kardiológiai szakrendelést itt vezetem egy személyben. Nagyon szeretem a szakmámat, és biztatnám a fiatal generációt, hogy
hogy ők is válasszák. Ezt egy nagyon szép pálya. A díjazottak kollégái, valamint megyénk képviselői is jelen voltak a rendezvényen. Az életpálya modell bevezetésével, az ápolók megbecsülésével, a kórházi kubatúra fejlesztésével megpróbál az állam hozzájárulni ahhoz a presztízs elismeréshez, amit azt gondolom, hogy megérdemelnek. Ezzel egy kicsi reményt is kifejezek, hogy az elvándorlás, a szakmai elvándorlás talán megállhat, és felelősség érzetből, a magyar társadalom felelősség érzetéből itt maradnak, itthon maradnak, és az állam még nagyobb megbecsülését tudja adni, akár anyagiakban, akár elköltségben. A rendezvényen az ápolási igazgató elmondta, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház intézményeiben jelenleg mintegy 2800 egészségügyi szakdolgozó végzi munkáját. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntettével vádolja a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei főügyészség azt a két férfit, akik egy egésznapos közös italozás után tavaly májusban agyonverték társukat Nyíregyházán. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a szakszerű orvosi ellátás sem tudta az életét megmenteni, még a kórházba szállítása előtt a lakásban életét vesztette. Az előzetes letartóztatásban lévő vádlottakat, mint társtetteseket az ügyész különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntettével, valamint súlyos testi sértés büntettével vádolja. A már hasonló bűncselekményekért többször büntetett elsőrendű vádlottal szemben az ügyész életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, még büntetlen társával szemben határozott ideig tartó fegyházbüntetést. Az Antal Lustig gyűjtemény újabb darabjai láthatóak két héten keresztül a Józsa András Múzeumban. A tárlatról hamarosan részletesen is szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Vasárnap Budapesten lép pályára a Marsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese a 14. fordulóban elmaradt MAFC elleni mérkőzését pótolja a Gabányi sportcsarnokban. A hétvégén rajtol a tavaszi szezon a labdarúgó NB2-ben. A tabella 6. helyén álló Kisvárda Masztergód szombaton a 7. helyezett Csákvár otthonában lép pályára. Az Antal Lustig gyűjtemény újabb darabjai láthatóak két héten keresztül a Józsa András Múzeumban. A Remek Művek sorozat 7. kiállításán a gyűjtemény tulajdonosa és kezelője Antal Péter tartott tárlatvezetést. A több mint 3500 darabos gyűjteményt Antal Péter nagyapja, Lustig Sámuel alapozta meg, aki még az 1920-as években kezdte vásárolni saját kortársai munkáit. Antal Péter, folytatva a nagyapja munkáját, az elmúlt évtizedekben létrehozta az egyik legnagyobb és legjelentősebb hazai modern és kortárs képzőművészeti gyűjteményt. Ennek most több mint 20 az aktivizmus jegyében készült darabja látható Nyíregyházán. Ez is hagyomány, hogy a kiállítás közepén, amikor egy kis lanyhul a figyelem a kiállított művek iránt, akkor Antal Péter eljön, és tart egy rendhagyó tárlatvezetést, ekkor kapja meg a katalógust, és ekkor egy kis újra fel, hogy mondjam, csak feltuningoljuk a tárlatot. Remélem, hogy ma este is a folyosón már lehet látni, hogy gyülekezik szépen a közönség, hogy ismét ez a tárlatvezetés, hiszen Antal Péter, mint gyűjtő, pontosan tudja minden képről, hogy került hozzá, mi a története, mikor festette a művész, miért pont akkor festette, és miért pont azt festette. Tehát olyan műhelytitkokat árul el, amit egyébként sem katalógusban, sem máshonnan a látogató nem tudhat meg. A monumentális Antal Lustig gyűjtemény most kiállított darabjait eddig közel 2000-en tekintették meg. A tulajdonos mindközül kiemelte Mohony Nagy László Budai helyek című alkotását. Egyrészt a szerzés körülményei is nagyon kalandosak voltak, másrészt a képtörténete is az, hiszen az 1918-ban született festmény a megszületését követően Ady Endre tulajdonába került, és egészen Ady haláláig a Verespálné utcai lakásban volt. Ady halálát követően a művész visszakérte, és ezt követően a családjánál helyezte el, az unokaöccsénél, aki évtizedeken keresztül őrizte. Én az unokaöccsénél találkoztam először ezzel a képpel, és körülbelül 20 éven keresztül kértem, hogy adja el a gyűjtemény számára. Hát ő mindig elzárkózott, mondván, hogy ez az egyetlen olyan olajfestmény Magyarországon, amely a nagybátyja alkotása. Aztán egyszer csak megenyhült és megtört a jég, és egy karácsony előtt szólt, hogy lehet menni a képért. Az Antal Lustig gyűjtemény remek művek kiállítása még két hétig látható a Józsa András Múzeumban.
Vasárnap Budapesten lép pályára a Marsónyíregyháza. Sitko Ernő együttese a 14. fordulóban elmaradt MAV celleni mérkőzését pótolja a Gabányi sportcsarnokban. A két csapat azonos mutatóval, 4 győzelemmel és 14 vereséggel a 12. illetve 13. helyen áll a tabellán. A hétvégén nem rendeznek fordulót a férfi kosárlabda NB1-ben, péntektől vasárnapig Budapesten a Magyar Kupa 8-as döntőjében játszanak az érintett csapatok. A Marsónyíregyháza nem érdekelt a fináléban, ettől függetlenül a kékcápák pályára lépnek vasárnap a fővárosban. A 14. fordulóban ugyanis a vendéglátók csarnok gondjai miatt elmaradt a nyíregyháziak MAFSZ elleni mérkőzése. Ezt a találkozót pótolja Sitko Ernő együttese, amely a legutóbbi fordulóban 8 meccses vereségsorozatát szakította meg a Szeged elleni győzelemmel. Természetesen sokkal jobb a hangulat, mint előtte, de azért úgy gondolom, hogy mindenkiben tisztázni kell, és mindenkinek a fejében világossá kell tenni azt, hogy nem sokat léptünk előre. Egyszerűen megteremtettük annak a lehetőségét, hogy egy kicsit jobb helyzetbe kerüljünk. Ehhez pedig az kell, hogy hétvégén a MAFSZ ellen is tudjunk győzni, ami egy nagyon nehéz mérkőzés lesz Budapesten, hiszen a MAFSZ is ellenünk készül, természetesen ő is ellenünk szeretné kiharcolni azt a pozíciót, amivel elkerüli a veszélyzónát, úgyhogy erre kell készülnünk egy nagyon nehéz mérkőzésre. A csapatkapitány Nagy Krisztián szerint a Szeged elleni sikernek csak akkor lesz igazán értéke, ha a csapat győzelemmel tér haza Budapestről. Nem sokáig tudtunk ünnepelni, hiszen már hétfő este elkezdtük a komoly felkészülést a MAFC ellen. Igaz, hogy a Szeged elleni győzelmünk akkor fog sokat érni, ha a MAFC-ot meg tudjuk verni. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, mert a MAFC úgy gondolom, hogy ezzel az új csarnokkal, illetve az utóbbi meccseivel felszálló ágban van, és otthon egy nagyon komoly erőt képvisel. Megpróbálunk maximálisan felkészülni belőlük, és nem titok, hogy nyerni megyünk. A MAFSZ Marsónyíregyháza mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Gabányi sportcsarnokban. A mérkőzésen nem lép pályára Lekli József, akivel szerződést bontott a klub, a pótlására kiszemelt játékos a jövő héten érkezhet meg Nyíregyházára. A hétvégén rajtol a tavaszi szezon a labdarúgó NB2-ben. A tabella 6. helyén álló Kisvárda Masztergód szombaton a 7. helyezett Csákvár otthonában lép pályára. A várdaiak tavasszal 10 idegenbeli fellépés mellett 5-ször játszanak hazai környezetben. Közel 3 hónap szünetet követően szombaton már bajnoki pontokért lépnek pályára a másodosztályban szereplő labdarúgó csapatok. A téli szünetet mindenki igyekezett kihasználni, a legtöbb klubnál erősítettek, egyedül a középmezőnyben elhelyezkedő Dunói Város jelenti a kivételt, ahol anyagi gondok miatt megváltak a profi szerződéssel rendelkező játékosoktól. Az őszi szezont 6 győzelemmel, 4 döntetlennel és 5 vereséggel a 6. helyen záró Kisvárdához 5 új futbalista, Ribánszki, Lékai, Bagi, Papucsek és Délceg érkezett, valamint véglegesen a klub élet a korábbi kölcsönjátékos Easing Martin. A várdaiak felkészülése jól sikerült, a csapat 12 győztes edzőmeccs mellett mindössze 2 döntetlent játszott. Sós Imre vezetőedző nehéz első meccsre is tavaszi szezonra számít. Azt köztudott, hogy tavasszal sokkal nehezebb pontokat szerezni, mint az őszi szezon során. Élethalál harc lesz mind a feljutásért, mind a bentmaradásért. Ugye óriási dotáció van az NB2-ben, tehát mindenki biztos vagyok abban, hogy mindent meg fog tenni, hogy megőrizze a másodosztályú tagságát, úgyhogy nagyon nehéz bajnoki szezon elé nézünk. Két csapatnak a céljai nem hiszem, hogy nagyot változtak. A Csákvár is szeretné megőrizni a másodosztályú tagságát, ráadásul ugye hazai pályán kezd. Elemezzük a játékukat, folyamatosan készülünk az ellenfélből, úgyhogy remélem, hogy hatékony játékot fogunk tudni majd bemutatni, és a felkészülésünk eredményes lesz abban a szempontból, hogy győzelemmel, illetve 3 ponttal fogunk tudni hazatérni. Erős Gábor 2 gólt szerzett a Csákvár ellen 4-3-ra elveszett hazai mérkőzésen. A csapatkapitány reményei szerint visszavágnak majd a nyitófordulóban elszenvedett vereségért. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok egyébként, de hát az NB2 már mondtuk sokszor, hogy nagyon kiegyensúlyozott, és egy meccs sem lesz könnyű. Azt gondolom viszont, hogy jobb csapat vagyunk, mint a Csákvári, és természetesen győzni megyünk. Minden meccset meg akarunk nyerni, de természetesen Csákvárra is a 3 pontért utazunk majd. A Csákvár-Kisvárda Masztergód mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: Vác Mezőkövesd, Szolnok Soroksár, Dunaújváros Siófok, Zalaegerszeg Szigetszent Miklós, Sopron Ajka, Balmazújváros Budaörs és Gyirmót Szeged. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Járási alapon kellene megszervezni a gyógyszertári ügyeletet a patikusok szerint. 100-125 ügyeletes patika országosan lefedni az ügyeleti rendszert. Ezügyben kezdeményezett egyeztetést a Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége a szaktárcával.
Ugyanis vannak olyan települések az országban, ahol egyáltalán nincs elérhető közelségben ügyeletes patika. Még most érdemes lakástakarék pénztári szerződést kötni, hiszen a megtakarítási konstrukciónak nincs versenytársa a piacon. A pénzügyi elemzők úgy tartják, ha a brit mintára megalakul a tervezett nemzeti otthonteremtési közösség, lecsökkenhet a lakástakarék pénztárak után járó állami támogatás mértéke. A már meglévő lakástakarék szerződéseket viszont nem érintheti a változás. Ma a magyar ápolókat ünnepeljük, az egészségügyben végzett áldozatos munkájukat ismerjük el. Az országgyűlés 2014. évi határozatával hivatalosan is a Magyar Ápolók napjává nyilvánította február 19-ét Kossuth Zsuzsanna születésnapja emlékére. Az ápoló képzés egyik legkiemelkedőbb alakja, a hazánk első országos főápolónője, már az 1848-as harcokban megszervezte a hadisebesültek ellátását. A Kölcsei Televízió híradóját látták pénteken. Friss hírekkel hétfőn este várjuk majd önöket. Szombaton és vasárnap pedig heti hír összefoglalóval, a krónikával jelentkezünk. Híreinket továbbra is megtalálhatják honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap is felhős időre számíthatunk, kisebb esővel, havas esővel. Két frontrendszer között szombaton átmenetileg szárazabb, de hidegebb levegő áramlik fölénk, addig is éjjel erősen felhős vagy borult lesz az ég. A nyugati szél megélénkül, reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben rövid napos időszakok mellett többnyire erősen felhős lesz az ég, eső, zápor, néhol havas eső, a hegyekben havazás is lehet. A nyugatias szél időnként megélénkül, délutánra 5 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás várható térségünkben. Vasárnap még marad a borongós, csapadékos idő, majd hétfőn több órára kisüt a nap, és bár szeles, de tavaszias meleg időnek örülhetünk. Kedden egy hidegfront halad át fölöttünk, amely mögött több fokkal hidegebb, de száraz levegő áramlik térségünkbe, így szerdától visszatérnek az éjszakai fagyok, de nagy mennyiségű csapadékra a jövő héten már nem kell számítani.